Szervusztok, drága barátaim! Nagyon örülök, hogy megint látjuk egymást. Tudjátok, hol vagyok? Itt vagyok Kecskeméten, a kecskeméti Katona József Nemzeti Színház egyik játszóhelyénél. A csodálatos Kelemen László Kamaraszínháznál. És ami ennél is csodálatosabb, hogy a társulat épp most készül bemutatni az egyetlen drámámat, a Tigris és Hiénát. Na, erre nagyon kíváncsi vagyok. Gyertek, nézzük meg! Egy valamit hagyd mondjak előjáróban a darabról. Ez az egyetlen egy drámám, ami teljes egészében fönnmaradt. Volt még a Zöld Marci is, de a saját kezemmel semmisítettem meg, miután a Nemzeti Színház visszautasította. A Tigris és Hiénával sem bántak ám kesztyűs kézzel. Úgy nem, ahogyan azt én szerettem volna. 1846. januárjában bekopogtattam a Nemzeti Színház ajtaján. Elfogadták, de bérlet szünet helyett bérletes előadásként tűzték a Nemzeti Színháznak a műsorára. Bérlet szünet helyett bérletesbe. A külföldi firkálmányok azok persze mehetnek bérlet szünetbe. De az én előadásom bérletesbe. Na jó, hát nem. Nem. Fogtam magamat. És a bemutató előtt visszakértem a drámát. Na jó, nyugodjatok meg, az ezt a mostani előadással nem fogom megcsinálni. Vagy ki tudja? Nézzük meg! Ez a drámám ízig-vérig a hatalomról, a bosszúvágyról szól, tele szenvedéllyel, váratlan fordulatokkal, indulattal. Egy igazi vérgőzös dráma. Gyertek, nézzünk be a próbába! Hát, drága uram, ennyi idő után nagyon meg vagyok lepve, és nagyon boldog vagyok, hogy ismét láthatom a darabomat, illetve, hogy láthatom egészségben a darabot, az előadást, a bemutatót akár. Ugye most pénteken lesz a bemutatója? Most pénteken lesz, nekünk sem kisebb öröm, és nagyon remélem, hogy ezt a személyességet, amit most Petőfi személyesen idehozott nekünk, eljöttél közénk, ezt a személyességet fogja főleg a diákközönség majd érezni, de a felnőttek is remélem. Nagyszerű. Remélem, hogy cimboraként fognak rád tekinteni. Hát biztos vagyok benne, igen. Egy kérdésem lenne, átírták a darabot a szöveg szerint? A szövegbe beleírtak valamit, vagy maradt az eredeti forma? Beleírva nincs, húzva van. Nagyszerű. Úgyhogy nem keveset húztunk ki a szövegedből, ha nem haragszol. Nem haragszom. Az átírásért lehet, hogy egy kicsit jobban megoldaltam volna. Egy kicsit a díszletről tudna még mesélni, rendező úr? Egy favázas díszlet. Az a koncepciónk, hogy ez a te korodban játszódik, tehát amikor vándorszínész voltál, akár éppen itt Kecskemétem. És azt a kort idézzük meg, tehát akkor bejön egy vándortársulat. Az, hogy ki a Petőfi a darabban, azt meg én se tudom, de majd kitaláljuk, még akár ilyen játék is lehet benne. Wow. És előadja ezt a művet, ami ugye az 1130-as évekre lő vissza, de mindenképpen Petőfi kora, akkor, amikor mi ezt az előadást játszani fogjuk. Nagy szeretettel várom. Nagyon várom, köszönöm szépen, akkor hajrá, és sok sikert kívánok. Örülök, hogy eljöttél közénk. Én is örülök. Szellemed. Ne csak kísértsen, hanem legyen benne. Bízok benne, hogy hozzá tud tenni. Minden jót, viszlát! Részükről az öröm! Ez az ütőhangszeres művész úr ott középen. Egy kicsit stílusidegen. Ennek most utána járok. Szempontból egy nagy öröm, hogy itt most az ütő hangszerek megjelennek. Talán ez a mai kor és az ön kora, aminek egy érdekes ötvözetét fogjuk adni. De úgy gondolom, hogy az ütő hangszerek kifejezik azt a lelki állapotot, illetve azt a karaktert és a darabnak a karakterét,
amiről szól, ami azt hogy másképp, nem tudok másképp fogom, hogy brutális. Igen. Egy vérgőzös dráma. Nem gondoltam volna sosem, hogy az én drámámban egy igazi ütőhangszeres művész fog majd közreműködni, és egy kicsit föl is húzom a szemöldököm ennek tekintetében, de a kedves úr meggyőzött azzal kapcsolatban, hogy nagyszerű helye lesz a drámában. Hú, jól van, megnyugodtam, nincs semmi gond, rendben lesz az ügy. Jó kezekben van a drámám. Gyertek és nézzétek meg ti is az előadást. Addig is ajánlom magamat.